A Krisztus Király napok keretében csütörtök délután megszépült a Budai út, Kisteleki utca, Lehel utca kereszteződésben található kereszt és annak környéke, majd a gondozóközpont napközéjével járó idősekkel és gyermekekkel közösen rendeztek mézes kalácsütést. Szombaton gyermekeknek szóló kézműves foglalkozást tartottak, majd körmenet indult a kereszthez. A hálaadó szentmise 18 órakor kezdődött, ezt követően pedig megnyílt Szünderné Havas Erzsébet festmény kiállítása. A vasárnapi zárónapon, az almási telepi egyházközség búcsúnapján tartott szentmise keretében idén is átadták a közösségért fáradhatatlanul tevékenykedőknek járó elismerést. Az Örömhír Alapítvány elismerését azon személy veheti át évről évre, aki a kuratórium döntése alapján a közösségért sokat tett és tesz. Az idei évben a Krisztus Király díjat Keszei Endre, Tiborné vehette át. Az ünnepek azért különlegesek, mert megállítanak bennünket, kezdte a Krisztus Király templom ünnepi szentmisén Tornyai Gábor atya. Legyen szó családi ünnepről, amikor valamilyen fontos családi eseményre emlékezünk, amikor felidézünk valamit, ami annak a közösségnek az életében fontos volt, házassági évforduló, névnap, születésnap, vagy éppen valamilyen halálesetnek az emléke. Ilyenkor megállít bennünket az ünnep, mert emlékeztet bennünket arra, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk és hova tartozunk. Hívő emberként ugyanezt éljük meg az egyház ünnepein is, hiszen azok is megállítanak bennünket, mert mások, mint a hétköznapok. Ennek a közösségnek ma különösképpen ünnepe van, tette hozzá, hiszen névnapját ünnepelli.